De előtte van itt valaki a vonalban. Haló? Haló, szia Ben! Szia, hogy hívnak? Dorinának. Szia Dorina! Honnan hívsz bennünket? Komlóról. Komlóról. Szupi, miért telefonálsz, szavazni szeretnél? Igen. Na, kire? Lolára. Lola. Be is húztam. Nagyon szuper. Köszönöm szépen. Miért pont Lola különben? Hát mert nagyon szép. Nagyon szép. Trendy. Tessék? Trendy. Trendy. Értem. Oké, és tökre rendben van. Köszönöm. Lehet nyerni Justin Bieber-ös dolgokat? Most sajnos nem lehet nyerni. Most a chat van, most a fiúktól lehet kérdezni. Akarsz valamit kérdezni? Nem. Ne őríts meg! Nem. Hát kérdezz már valamit. Ne égess be engem élőadásba. Nem tudom, mit kérdezzek. Csak. Gyorsan. Nincsen semmi. Valamit, figyelj, hát a szuperhírónak val találkoztál már a chatben? Még nem. Na látod, akkor csak van kérdésed. Hát... Kik ezek egyáltalán? Mikor lesz következő klip? Nagyon jó. Hát ez zseniális kérdés, mi se tudjuk egyébként. Tehát ez is szerintem, hát egy ilyen jövő év eleje szerintem, amire datálható, de hát erről nyilván olyan szempontból mindenki tudni fog, hogy ugyanúgy szavaztatni fogjuk, hogy melyik legyen a klipes, következő klipes nóta, meg ugyanúgy, hogy melyik szinopszis, tehát lesz még szavazni való. Na, ez nagyon király. Jó van, köszönöm szépen, hogy telefonáltál! Szia! Hello, szia! Mennyire érdekeltem? Félig már letette között, csinálta a házi feladatot. Csodálkoztam, hogy még benn van a vonalban. Amúgy adom. Na, jó van. Azt mondja, nézzétek, ti is nyugodtan nézzétek, ha látok olyan kérdést, akkor hány évesek vagytok? Nagyon jó kérdés. Ezt én a 18-nál leragadtam egyébként, az elnek az évek, és mindig az van, de egyébként 22, én személy szerint. 24 vagyok. 22 és 24, oksa. Figyelj, szógy a lány. Szeretitek Spongya Bobot? Csak őt. A legjobb. Tényleg? Hát komolyan. Rendes DVD-n van egyébként, egy darab. Nekem kimaradt sajnos Spongya Bob az életemből. Figyeljetek, EHV00 kérdezi, Sapis, van barátnőd? Természetesen nincsen. Nincsen. De igazából nagyon sok van a közösségi portálon, és egyre növekednek, és ugyanúgy van fiúk is, lányok is, úgyhogy lehet hozzájuk csatlakozni bátran. Ja, és szerelem? Hát, bármelyik jó nőbe, aki szembe jön, abban én szerelmes vagyok. Ne őríts meg! De most konkrétan nincs barátnő? Nem élek ilyennel most jelen pillanatban. Marci? Nekem van. Nekem van, bár tudom, nem kérdezték. Új, de gáz. Na jó. Hát ennyit tudok nem, felmutatni. Abszolút nem. Tehát tök jó, hogyha van valakinek kapcsolat. Ez a legszebb dolog tényleg, és ezt meg is kell becsülni, hogy vigyázz rá tényleg. Nem szabad eldobni holmi egy éjszakás kalandok miatt. Nyilván. Viccetem. Arra van itt valaki a vonalban. Haló? Szia! Szia, halkítsd le a tévét, és akkor jobban fogsz hallani engem. Oké. Okay. Jó, és a hűtőt ki tudnál nyitni? Csak a levegőzés miatt? Nem. Miért nem? Fontos lenne. Mert nem, nyitom ki. Jó van, oké. És hogy hívnál? Nelly vagyok. Moni? Nelly. Mari? Nelly. Ja, Nelly, bocsánat, esküszöm, hogy nem hallottam kivételesen. Nelly, ne haragudj tényleg, bocsánat. Honnan hívsz minket, Nelly? Orosházáról. Orosházáról hívsz bennünket. Nagyon király. Kire szavazol? Katy Perryre. Katy Perryre. Miért pont rá? Mert szerintem nagyon szép, divatos, és imádom. A Gauland Ágnes is. Őt is, hát őt nem ismerem, de biztos jó fej. Akkor inkább a Gauland Ágnesnek húzom be az X-et? Nem, Katy Perryre. Biztos? Biztos. Ne öríts meg. Jó, Katy Perrynek behúztam, Nelly. Még egy kérdés, hogyha feltennél a fiúknak, a szuperhírónak. Hát milyen csajok jönnek be nektek, fiúk? Milyen csajok? De innen szavazatok ti is, tessék, akkor segítek nektek egy picit. Csak innen lehet választani? Akarsz ezzel célozni valamit? Ja, ezzel a kopogtatás? Nem, csak a táblára mutatom. Ja, igen. És nem, ez véletlen, hogy pont ő van bejelölve. Pont középre. Tehát akkor ő az a fullos csaj, akivel az előbb itt kint találkoztunk, akkor csak szavaznánk rá egyet, nem? Ja, a főnököm. Hát nyilván, akkor szuperhíró részről azért egyet legalább behúzhatnánk. Kettőt jó, mert csatlakoznék, persze. Kettőt? Jó, oké. Lehet, hogy ti a szerkesztőre gondoltok különben, akivel találkoztatok. Itt csak jó csajt látunk, ugye kizárás alapon bárki lehet, igen.
Na, szóval különben, hogyha nem rájuk kellene szavazni, akkor ki lenne az a csaj? Ja, ti az előbb mondtátok, hogy Jerry, Monica Bellucci, és nem mondd meg, kérlek, nem mondd meg. Tudom, hogy ki az, Angelina Jolie. Az, ennyi. De hát, ha nincsen, akkor? Akkor nincsen. Akkor ennyi. Itt van még Nelly? Igen. Szia! Hello, szia, bocsánat. Tud, nem felejtettem el, hogy itt vagy. Mizu, hogy vagy? Jó, oké. Jól van, Nelly. Mit csinálunk ma még? Hát leckét írunk, ilyenek. Jól van, akkor maradsz még vonalban, míg még beszélgetek a fiúkkal? Nem. Jól van, oké. Na, szia Nelly, vigyázz magadra, köszönöm, hogy hívtál bennünket. Szép napot, szia. Na, jön a további kérdés. Am felbökpörögve, énkor egy hétfőjadás, meg vagyok örülve, elnézést a szórakozottságom miatt. Elnézem, adom. Énkor tudod, mindig így várom, tudod, a hétfőt, és akkor interaktív, és pörgök, mint a kerti locsoló. Azt mondja, állandóan foglalt, azt írja valaki. Nem baj, próbáljátok újra. Honnan jött a szuperhíró név? Megszavazták. Meg. De tényleg. Ennyi. Komolyan? Igen. Milyen név volt még? A Kristóf, a te kedvenced, a Pussycat Boys volt. Igen, de és a poénból bemondtam, hogy elmondom, ezt, mondom, remélem, hogy ilyesmi nem lesz benne, és annyira megtetszenek, hogy föltették ezt a szavazást, és hála a jó ének nem ez nyert, mert ez egy cink lett volna. Még a Frigid Guminő, volt ilyen? Frigid Guminő? Igen, meg ilyen telefonos, betelefonálok még nagyon aranyosan széttaposott patkányfejek, vagy igen. Majdnem az lett egyébként, de aztán végül is a szuperhíróra szavazt a legtöbben. Szoros volt a verse. Nagyon komoly. Mitől féltek? Zsanna 9696 kérdezi. Mitől féltek? Mitől féltek? Van olyan dolog, amitől féltek az életben, akár egy állat is lehet. Az öregedéstől. Tényleg? Ha, persze. Bár egyébként így a teóriám szerint sose öregedünk meg, de azért, hogyha mégis, akkor attól biztos félnék. Toppanál. Marci? Én a magasságtól talán, ha így választanak. Készülsz majd? Hát igen. Akkor neked igen. Nem kell parházni. 13 emelet fölött már tírizás. 13 emelet Mi a kedvenc kajátok? Bius 56-56 kérdezi. Brassói apró pecsenye. Ó, ez jó. Az a pacalpörköltet nem mertem beadni, de pedig... Pedig egy jó csülkös pacal, még az se rossz, de nem egyébként a brassói. A szerkesztő King Ucinak különben az egyik kedvenc kajája. A pacalpörköltet? Milyen igaza van? Igen, vagy a szalontüdő? Pacalpörköltet. Neked? Ja, én... Palacsintaér van ilyen? Persze. Mert ez inkább desszertelen. Cik ide van. Cik ide van. Én azt mondom, a palacsintát, az bármikor, bármennyi. Na, az tök jó. Azt mondja, mi a kedvenc filmetek? Tök jók jönnek. Kedvenc film. Doda kérdezi. Nem is tudom, pedig most láttam valamit, ami nagyon, nagyon király volt. Ne, a 12-es, bocsánat. Mi? 12-es? Hát most láttad, de ne azt mondtam, hanem amelyiket te tudni el lehet mondani, ja. A 12-es karika. Ne a felnőtt filmekre gondolok. Jó, mondjuk itt. Ja, tehát nem az, ami 11 után megy a tévében. Jó, oké. Szóval hát nem tudom, mondjuk a Volt egyszer egy Amerika, az jó kis gangster, de a könyv verziója az jobban adta nekem. Álmodozók talán, nem is tudom. Nagyon nehéz kérdés, nagyon jó kérdések vannak amúgy. Ki a példaképetek? Van egyáltalán ilyen? Hát attól függ, mondjuk, hogyha tehát, ha a zenei részét nézzük, akkor mondjuk Frank Sinatra, de mondjuk az életét tekintve az így annyira nem. Mert hogy tehát nem volt egy teljesen épelméjű kollega, úgyhogy, de egyébként nekem ő. Jack White-ot mondanám. Jack White, miért pont ő? Hát, mert olyan kreatív gitáros, akire szívesen hasonlítanék, vagy lennék a helyében, vagy nem is tudom. Hát idővel figyelj. Persze. Dolgozik-e rajta, abszolút. Azt mondja, mikor lesz mikor volt az első szerelmetek? Vatta cukor, 111 kérdezi. Első szerelmet szerintem ilyen Ovi környékére datálható, nem? Igen, de az Ovi-nőre gondolsz, vagy óvodástársadra gondolsz, vagy nem mindegy. De óvodástársa. Óvodástársa? Ugye, vagy hát azért csak nem. Hát szerintem ez ilyen 6 éves kor környéke lehetett akkor? Én inkább általánosra datálnám ezt az elsőt. Ilyen felsőbb éves, vagy ilyen 8-os lány, és akkor én voltam 4-es, és ilyen volt ilyen. Sztori szerintem. Rendben is van az. Hát ilyen plátói dolog. De az akkor már nem az a bokorban eltűnéses történet, mint az oldalban. Hát nem, annyira idősebb lányjal csak szerettem volna eltűnni a bokorról. Na jó, a következő kérdés. Történt már veletek valami cikis eset? Hasgörcs kérdezi ezt. Hasgörcs. Milyen szimpatikus neve van. Hát... Ez szerintem az ilyen 18-as karikás, úgyhogy ezt inkább nem mondom. Folyton cikis eseteink vannak szerintem. Tényleg? De tényleg, tehát ja.
Mondjuk, egyet meséljetek el. Ha mondjuk közösségem, akkor ez az augusztusi koncert, ez szerintem mindenki cikis volt, hogy annyi munkánk meg időnk ráment, és akkor az időjárás meg áthúzta a számításainkat. Ja, igen, mert hogy ezért voltunk hetero élettársak két hónapon keresztül, hogy felkészüljünk a koncertre, és akkor így oda mentünk, és így hét nóta után így le most. Tehát nem az, hogy így esett az első, hanem konkrétan így be, és kölcsön kapott milliós hangszerek, meg mindent áztak, úgyhogy ez para volt. De most hát igen, ez elég cink volt, ja. Na jó, fiúk, még mindig lehet kérdezni a skacotot, de közben pedig várom a betelefonálókat, és lehetni mindig szavazni, ne felejtsétek el, Serikor, Szerenagom, az Katy Perry, Miley Cyrus, Gauland, Ágnes, Jennifer Aniston, Zséda, Ada, Lola, Szabó Zsófi és Magdi Anyus. Lehet szavazni mindenféleképpen, hívjatok fel bennünket 061-877-1550, gyerünk bátran, hívjatok. Azt mondja, kösz a segítséget. Ja, nem. Hát annyira belemerültél, én mondom, akkor nekem nincs itt dolgom. Szeretitek a magyar focit? Én úgy unblock a focit annyira nem szeretem, nem tudom, hogy nyilván én vagyok az homár ezért, de én a focit azt így valahogy így ignoráltam az életemből, úgyhogy. Hát valahogy én is így kezdem. Max a külföldi nagy csapatokat követem, talán valamennyire, de mondjuk nem a kedvenc sportcsém közé tartozik foci. Milyen sportot szerettek? Fú, hát én nagyon sokáig vízilabdáztam, úgyhogy nyilván azt. Nem is tudom. Curling? Nem, Kristóf? Múltkor azt mesélted, hogy curling az neked. Ne, én mondjuk jégkorongpárti vagyok. Igen, nagyon jó jégkorong. Egy jó kis hoki, mi? Haló. Hibátlan. Haló, tessék, kívánok, jó napot, kívánok, szervusz, szia, örülök, hogy itt vagy a vonalban, és meg is szólasz rögtön, szervusz, szia, még egyszer köszöntelek, szia! Jól dumáltam, köszönöm szépen, hogy telefonáltál, tedd meg ezt máskor is. Szia, folytatjuk a csetet. Haló, itt vagy a vonalban? Igen. Szia. Jobban. Hogy hívnak? Kitty. Szia, Kitty. Jó kedved van? Igen. Hallom. Kitty, kire szavazol? Két perze. Bocsánat, felolvasom még egyszer, kik vannak. Gauland Ágnes, Cheryl Cole, Selena Gomez, Katy Perry, Miley Cyrus, Gauland Ágnes, Jennifer Aniston, Zséda, Ada, Lola, Szabó Zsófi, Magdi Anyus és Gauland Ágnes. Kire szavazol? Katy Perry. Van Serikó, Stella Gomez, és Gauland Ágnes is itt van. Kire szavazol, Kitty? Katy Perry, oké. Rendben van, jó választás. Van kérdésed a fiúkhoz? Igen, azt szeretném tőlük kérdezni, hogy milyen volt a nyaruk. Ragyogó volt, hibátlan tényleg. A napfényt azt nem igen láttunk a próbateremben, de egyébként tök jó volt. Dolgos, igen, ezt tudom hozzáfűzni én. Néha belemártatok a lábunkat a Balatonba, csak így egy pillanatra, de ennyi volt tulajdonképpen, igen. Kitty? Figyelünk, ha van még. Kitty, de mit csinálsz, olyan fura hangokat adsz ki? Nevettem. Ja. Jól van, Kitty. Szép napot neked, vigyázz magadra! Neked is, szia! Köszönöm, hogy telefonáltál, szia Kitty, szia! Na jó van, fiú, hát köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok. Mi köszönjük a lehetőséget. Mostantól remélem, hogy akkor jöttök gyakran majd. Vigyázzatok magatokra, jó zenélgetés, meg minden. Köszönjük. Mi folytatjuk a top 5-tel, de ne felejtjétek, lehet szavazni, egyenlőre fejfej mellett halad Katy Perry és Gauland Ágnes. Jön a top 5.